Jó reggelt kívánunk Gémesi Györgynek és Tordai Bencének. Jó reggelt kívánok. Hát beszéljünk akkor az elmúlt napok eseményeiről. Meg erről a levélről, amit most belengedtem a beköszönésben, hogy ugye Pintér Sándor belügyminiszternek azért írt levelet, hogy jobban össze lehessen hangolni a menekült ellátást. Konkrétan Gödöllőt, azon kívül, hogy nyilván ott is az emberek adományt gyűjtenek, és szeretnének segíteni a menekülteken, bárhogy érinti ez a helyzet? Tapasztaltak már valamit? Megjelent persze, esetleg jönnek, menekült? Jönnek a menekültek. Itt a fővárosi régióban vannak nagyon sokan, nyilván vonattal jönnek föl, az nagyon jó, hogy ingyenesen lehet jönni, és az agglomerációs övezetben egyre többen vannak, és teljesen tanácstalanok. Tehát én azt kértem a miniszter úrtól, hogy hívja össze az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsát azonnal, hogy kapjunk tájékoztatást, hogy milyen feladatok vannak. Ezeken a feladatokon belül milyen közbiztonsági, ilyen egészségügyi, ellátási kötelezettségek, óvoda, iskola, hát jöttek, hogy akkor most az óvodába, az iskolába a gyerekeket. És semmi információt nem kapunk, az már a legkevesebb, hogy azt sem mondják meg, hogy ezt ki fogja fizetni, bár úgy tudom, hogy az Európai Unió erre külön támogatást ad, és abból lehet nyilván ezeket finanszírozni, csak ott állunk tanácstalanul. Tegnap megérkezett egy édesanyja, egy nagymama, két gyerekkel, 15 éves, 13 éves gyerekkel, és azt mondta, hogy itt vagyok. És miért jött ide? Hát mert, hogy itt volt valami ismerős, de hát el kellene látni. A gyerek, semmiféle igazolvány nem volt, tehát itt rengeteg dolog van, amit meg kéne oldani, vagy egy elosztóközpontba, vagy egy menekültáborba, vagy egy sátrat oda kitenni Beregsurányba. Én nem tudom, mert nem az én feladatom, és azt mondják, hogy onnan akkor 10-15 ember ide megy. Ez a feladat, ezt kell a gyerekekkel csinálni, olyan egészségügyi gyerek. És mi van a gyógyszerekkel, mi van az orvosokkal? Tehát rengeteg olyan kérdés merült fel, amit szeretnék én is tudni, hogy tudjuk értesíteni az önkormányzatokat, hogy kapjunk adott esetben információt, mert természetesen segítünk, csak így mindenki önállóan dolgozik. A karitatív szervezetek rengeteget dolgoz, elképesztő, amit dolgoznak. Nálunk is vannak gyűjtések, próbálunk valamilyen szinten bekapcsolódva, nincs összehangolva. Én legalábbis ma ezt így látom. Itt személyes tapasztalat, csak közbevetőleg egyetlen mondat, hogy a lakóhelyem okmányirodájában teljesen más ügyből kifolyólag, vagy egy rutin ügyben mentem, és ott mondták, hogy bizony azért van most is zsúfoltság, vagy most a szokásosnál is nagyobb zsúfoltság, mert nagyon sok menekült ügyét próbálják felkarolni és intézni, és hát ez egyrészt adminisztratív terhekkel, de nem utolsó szempont az anyagi teher is, amit jelent, és hát eléggé ki vannak ugye éheztet a önkormányzat. Most ez a jó szándék vezérel, tehát semmi politikai kérdés nincs ebben, és azt szeretném a miniszter úr, aki felelős az önkormányzatok bizonyos jellegű jogszabályi finanszírozási háttér biztosítására, ezeket az információkat megadná. Szállást azt Gödöllő fel tud ajánlani? Hát vannak nagyon szűk kapacitásaink, és egy csomó olyan, amelyik kollégium, tehát nem hozzánk tartozik. Ezt is össze kéne hangolni. Tehát tegnap a rektor úrral beszéltem, az egyetemre küldtek 130 nigériai diákot és 70 indiai diákot. Állítólag átmenetileg lesznek itt, de a kérdés ott is ott van, hogy ki fizeti, azonnal etetni kell. Ugye, csak mondjuk el nézzük, mert talán nem egyértelmű az összefüggés, hogy Ukrajnában ugye olcsóbb a tanítatás, és ezért nagyon sok indiai diák hallgató jön onnan ide. Ezen a folyosón keresztül jönnek, és aztán mennek haza. Fölhívott a kínai nagykövetség, el tudunk helyezni 130 kínai diákot 4 napra. Nem tudunk elhelyezni. Tehát valahogy ezeket a kérdéseket meg kéne oldani. Ugye pont tegnap a főváros bejelentette, hogy próbálnak ebben ők is segíteni, együttműködni mondjuk ingyenes BKV-s utazással, meg azért szállás lehetőséggel is fővárosi szinten. Mennyit lehet erről tudni, hogy mennyire van információhiány, meg az anyagi lehetőségek mit tesznek megengedhetővé a főváros számára segítségnyújtásban? A főváros is több száz menekültet szállással el, és a fővárosi kerületek is nagyon keményen beleteszik magukat. Az szerintem nem állapot, hogy van egy ilyen rendkívüli helyzet, és akkor az ország elvileg felelős kormánya ilyen kis e-maileket küldözget, hogy kedves lakosság, segítsetek, küldjetek pénzt, támogassátok a civil szervezeteket. Egyébként a katasztrófavédelem is valamit intéz, de hogy így nem veszik át az irányítást. Gulyás Gergely tegnap a kormányinfón azt mondta, hogy valami hatalmas, több százmillió forint értékű humanitárius segítséget nyújtunk. Az küldik, igen. Megalázó. A magyarok nevében kikérem magamnak, hogy 600 millió forintot. Dél-Korea, ugye nem annyira érinti őket a helyzet, ötször annyi pénzt küld. Mészáros Lőrinc hetente 2 milliárd forintot tesz zsebre ebben az országban, és van képük 600 millió rongyos forint értékben küldeni
humanitárius szállítmányokat. Ugye más országok 100 millió eurós nagyságrendben küldenek nem csak humanitárius felszerelést, hanem például fegyvereket is, zárójel bezárva, de hogy ez egyszerűen méltatlan Magyarországhoz, és ugyanúgy méltatlan az, hogy milyen szinten vonul ki, vagy nem vállalja fel egyszerűen ezt a feladatot, ami egyértelműen állami, kormányzati feladat lenne, ezen és felül, hagyja az önkormányzatokra, a civilekre. Ezen felül milliárdos támogatást kapnak a segélyszervezetek is. Ez csodálatos, és miért nem végzi el az állam a munkáját? Én azt gondolom, hogy ez a pénz, most 1 milliárd, mert reggel a hírekben átszaladtam, ennyi volt az összes, amit a magyar kormány adott. Meggyőződésem, hogy azt kellett volna csinálni, hogy egy alapot nyitni, azonnal egy felülről nyitott alapot, mint a 20-30-40 milliárddal, ahonnan le lehet hívni a pénzeket, ahol lehet segíteni a mentést, a menekültek kérdését. Ez én véleményem szerint ma úgy tűnik, még egyszer, nagyon határozottan minden bántó szándék nélkül, mint ha be lenne dobva a gyepről, aztán csináljuk mindannyian itt-ott, amit tudunk, de igazán a helyzet az, és a realitás, hogy 120 ezer ember, vagy 130 ezer ember itt van, és nem kizárt az, hogy még egyszer ennyi fog jönni. Nyilván nem anyagi kérdés, elsősorban valóban ilyen 100 millióról beszélünk, mármint a kormány részéről, nem gondolják, hogy költői kérdés persze, hogy valamilyen fajta politikai szándék van emellett, ugye egy fajta lavírozás történik most az orosz és az ukrán fél között, ha nem is igazságtévők akarunk lenni, de nem akarunk semmilyen irányban nyilatkozni, vagy kiállni, vagy egyértelmű támogatást adni. Ugye látjuk, hogy milyen tiltások és milyen korlátozások vannak, hogy mi mindenben nem szállunk be, másba beszállunk. Tehát, hogy az orosz felet nem szeretnénk magunk ellen kihívni, és ki akarunk maradni úgymond a háborúból, lehet ennek a része az is, hogy nem, vagy csak korlátozott mértékben nyújtunk támogatást, például Ukrajnába is ez a néhány 100 millió forinttal. Az egyértelmű, hogy Orbán Viktor, Putyin utolsó csatlósa Európában nem teheti meg, hogy kimarad a nap végén a közös döntésekből és műveletekből, akár az Unió, akár a NATO szintjén, de mindig a legvonakodóbb, az utolsónak beleegyező, vagy utolsó utániként érkező szereplő, például az orosz kémbankot 5 uniós tagállam kiutasított, illetve kilépett belőle, egyedüli uniós államként Magyarország még mindig részes a kémbanknak, és ugyanez van a gazdasági szankciók területén, és én értem, hogy nyilván mindenki ki akar maradni a háborúból, van egy jó hírem, NATO tagok vagyunk, a szövetség többi tagjával együtt keveredünk, vagy nem keveredünk bele. Nyilván nem keveredünk bele, hiszen az a harmadik világháború lenne, tehát ezt senki nem akarja, és a NATO nagyon bölcsen meghúzza azokat a határokat, hogy meddig mehet el. De addig elmehet, és addig Magyarországnak egyébként vele kéne mennie, és a humanitárius segítségnyújtással még senki nem húzta ki senkinél a gyufát, tehát hogy ott egy méltóbb összeget, és különösen az ukrajnai menekültek ellátása, az aztán végképp nem hinném, hogy Oroszország haragját külön kivívná, szerintem Putyinnak most kisebb gondja és nagyobb annál, hogy a magyarok vajon rendesen ellátják-e a menekülteket. Bennem van bántó szándék, ugyanazt látom, hogy polgármester úr, hogy a Fidesz kormány bedobta a gyeplőt, elengedte ezt a feladatot, nem tesz semmit, széterje a kezét, és még csak koordinálni se tudja. Ugye Orbán Viktor tegnap a Mandinernek adott egy interjút, amiben mindenkit megnyugtatott, hogy ő a stratégiai nyugalom talaján állva már a harmadik háborúját csinálja végig, úgyhogy tudja, hogy ilyen helyzetben mit kell tenni, és egyébként az is kiderült tegnap, hogy mióta kitört a háború, azóta nem beszélt sem az ukrán, sem az orosz elnök, ehhez képest ugye Márki-Zay Péter viszont levelet írta az ukrán vezetőnek. Ebből idézünk most, és összefoglaltuk még, hogy a tegnapi nap során milyen nyilatkozatok hangzottak el idehaza, aztán innen folytatjuk. Na és hogy bírják? Csokrom kis asszony. 5 gyerek sikerül. 5 gyerek? Nagy dolog, nem? Igen. 5 gyerek, akkor nagy baj nem lehet, nem? A miniszterelnök nem sokkal ezután azt mondta, mindenhol bajba jutott embereket látott a határon, és próbálnak mindenkin segíteni. Az ATV kérdésére, miszerint beszélte a háború kitörése óta Putyinnal, illetve Zelenszkijjel, azt felelte, a külügyminiszter tart kapcsolatot magas rangú tisztségviselőkkel. Én személyesen nem beszéltem a háború kitörése óta senkivel sem. Ahogy a szükség hozza. Amikor szükség van, akkor beszélek. Ez nem presztízs kérdés ez. Amikor beszélni kell, amikor cselekedni, akkor tárgyalni, amikor hallgatni, akkor meg hallgatni. Márki-Zay Péter viszont levelet írt az ukrán elnöknek, amiben együttérzéséről és támogatásáról biztosította Zelenszkijt. A kormány 1,3 milliárdos támogatást nyújt a karitatív szervezeteknek, akik segítik a menekülteket. Ezt Gulyás Gergely jelentette be, és megerősítette, nem küldenek katonákat, és nem engednek át fegyverszállítmányt a határon. És hát ugye az is kiderült, ami ugye most az ellenzéknek fő témája,
hogy mit lép a szankciókra Magyarország, és tegnap egyértelműen kiderült, hogy a Nemzetközi Beruházási Bankból Magyarország nem akar kilépni, és Paks 2 folytatása is teljesen reális, és ugye ezzel kapcsolatban a klasszikus válasz az, hogyha az orosz energiaügyi kapcsolatokat megszakítjuk, akkor egy hónap alatt háromszorosára drágul majd a magyarok rezsiszámlája. Ez a kettő, ez most egy nagyon két nagyon határozott állítás volt azért. Nagyon határozott állításokat tettek korábban is, például tegnap délelőtt még azt mondták, hogy az átmeneti védelmet nem támogatják, ami egész Európára kiterjed a ukrajnai menekültekkel kapcsolatban, estére pedig aláírták az ezzel kapcsolatos döntést. Tehát, hogy ezek a nagyon határozott állítások, hogy itt aztán Paks 2-t az oroszokkal megépítjük, ezek pontosan ennyire, vagy benne maradunk a kémbankba, ezek pontosan ennyire lesznek tartósak. Ugyanazt látjuk egyébként, mint mondjuk járványügyben. Az ellenzék megmondja, hogy mi az, ami szükségszerű lépés. Tehát nem is politikai preferencia vagy ideológiai kérdése, hanem egyszerűen nincs más út, és néhány nappal később, vagy néhány héttel később Orbánék is kénytelnek belátni. Múlt héten megmondtuk, hogy lecsengőben az ötödik hullám, itt az ideje a járványügyi korlátozások kivezetésének. Nem. Néhány nappal később bejelentik, hogy itt az ideje a járványügyi intézkedések kivezetésének. Ugyanezt történik most a háború kapcsán is, szerintem néhány napja van még hátra az Orbáni rezsimnek, hogy meddig tud benne maradni egy ilyen nemzetközi klímában, mondjuk a kémbankban. És meddig tudja a Rosszatomot tartani, miközben a fideszes EP képviselők is megszavazták azt az ajánlást, ami a tagállamokat felkéri arra, hogy a Rosszatommal és általában az orosz atomenergiai világgal szakítsanak meg minden együttműködést. És Gulyás Gergely hazudik akkor, amikor úgy tesz, mintha a most működő Paks egyet akarná bárki leállítani, és azt számolt át forintra, hogy az mennyire drága lenne, hogyha azt az áramot meg kéne venni a piacon. Nyilván nem erről van szó, arról van szó, hogy a 2030-as években elvileg elinduló erőmű az nem építhető fel egy orosz céggel. Ha már a bankok és a pénzügyek kerültek szóba, ugye sajnálatos hatása ennek a mostani háborúnak az is, hogy hát jelentős mértékben az infláció nő egész Európában, Magyarországon is, a forint leértékelődik, mindennek sokan mondják, hogy nem kellett volna bekövetkezni, ha már évek óta az eurózónában lennénk, de ez mintha tudatosan maradt volna az elmúlt 12 évben, nem is szerepelt soha az Orbán kormány tervei között. Helyese ez, nem helyese, érettek voltunk-e, vagyunk-e az euróra, és az vajon megoldás lenne a mostani helyzetre, vagy enyhítené a következményeket? Régen be kellett volna vezetni az eurót, az egy biztonságot adna a gazdaságnak. Látjuk ezt az elszabadult inflációt. Azt nem mondom, hogy az eurózónában nincsenek gazdasági problémák. Persze, hogy vannak ebben a világban, ami most körülvesz bennünket, de mi jóval kiszolgáltatottabbak vagyunk, és most volt egy csomó fizetésemelés, mindenki ugye megörült, hogy ha egy 20%, 10%, szerintem egy éven belül kevesebbet fog érni a pénzük, mint amit korábban ért. Csak hát így nominálisan mindenki azt hiszi, hogy milyen jól keres. Ez az egyik dolog. A másik, Orbán Viktor és a kormány politikája, ugye ilyen megfelelés politika, választások jönnek, minden annakon alárendelve. Neki olyan nyilatkozatokat kell kiadni, ami a választói táborának mindenféleképpen pozitív üzeneteket fogalmaz meg annak érdekében, hogy összetartsa őket. Ugye itt nagyon nagy zavar van a fideszes választók között, az eddig orosz barát politika következtében, ugye most orosz ellenes politika van, és ezt föl kell dolgozniuk. És én azt gondolom, hogy ebben a kommunikációban, amit a kormány és a miniszterelnök és a Fidesz csinál, mindenféleképpen ez a motiváció. És ez a baj. Ez a baj. A menekültek tekintetében úgy látom, hogy kommunikálnak, a tettek nagyon messze vannak. Nagyon messze vannak a valóságtól. A gazdaság tekintetében ugye eddig minden jó volt, minden szép volt, de ott van a 8-10%-os infláció. Akkor meg kell felelni az Uniónak bizonyos tekintetben és a NATO-nak, mert természetesen azért ezt ő pontosan tudja, de mégiscsak valamilyen más politikát kell választani, mert azt kell nekünk kommunikálni, amit a mi választóink szeretnének. Tehát nagyon nagy zavar van a Fidesz kommunikációban, látjuk egyébként, és ezért vannak olyanok, hogy egyik héten ez történik a kommunikációban is. Igen, de közben meg ugye tegnap kijött a Mediának az első olyan mérése, amikor az adatfelvétel az már a háború kitörésének a napjaiban történt, és ott erősödött a Fidesz. Lehet, hogy az emberek fejében meg ugye azért a kormány rendelkezik minden eszközzel. Ugye a félelem és a biztonság érzés az most, és a függőség onnan van. Ugyanakkor az alaptámogatottság azért mindkét fél része, hogy bebetonozottnak látszik. Nagyjából 50-50%. A bizonytalanokat, csak tényleg egy fél percünk van, a bizonytalanokat mennyiben befolyásolhatja
látják ezek a mostani háborús események például, akik korábban is azt volt várható, hogy ők döntenek majd végül is április 3-án, hogy a közülük hány embert mozgósít, vagy mozdít meg a választás lehetőség, illetve most a háborús helyzet, amiben ki hol így, hol úgy foglalálást. Szerintem ez az első ijegység volt, és az emberek, amikor átgondolják, hogy mi jelent biztonságot Orbán Viktornak a Putyin barátságára épített politikája, vagy a valódi európai és NATO tagsághoz való hűség, az ebbe a szövetségbe való szoros odatartozás, akkor szerintem teljesen egyértelmű lesz, és igen, elsősorban a biztonságot keresik egy ilyen helyzetben. Tudjuk, hogy nagyon kockázatos játékot játszott Orbán, úgyhogy el fognak fordulni tőle, én azt várom. Köszönjük szépen. Meglátjuk április 3-án. Köszönjük, hogy itt voltál.